Tamás barátomnak van egy... De koszos ez. Tamás barátomnak van egy nyaralója lent Balatonkenesén, és megkért, hogy menjek el vele és segítsek neki hazahozni valamit, ami már régóta ott pihen ezen a... Hát nem egy nyaraló, inkább ez egy teleknek mondanám inkább, mivel nincs rajta épület. Viszont régóta ott pihen rajta valami, ami többet ér itt Makón, mint hogy csak ott álljon üresen. Nézd meg már, mennyit leszettél. Tessék, ezekkel gazdálkodhatsz. Találkozunk Balatonkenesén. És bum! 2,5 óra autóút után megérkeztünk ide Balatonkenesére. Ha jól tudom, igen. Itt vagyunk a kis telken, a hátam mögött jó kis kilátás van. És ezt a lakókocsit kell innen kiszabadítsuk, felrakni az Audi háta mögé, és hazavinni Makóra. Hát nem lesz egyszerű kiszabadítani, de nem is lesz lehetetlen, úgyhogy mindent megoldhatunk. Még abban van, hogy az égbe kell fölhúzni. A trükkös része, igen, a trükkös része az egésznek az az, hogy azon az úton ugye jöttünk föl, és lefele nem tudunk kimenni, mert nagyon kicsike a fordulási sugár, ezért nem tudunk kifordulni ezen az úton, úgyhogy itt a hátsó kijáraton kell majd, ami ott van, ott kell kimennünk, ahol körülbelül akkora a gaz meg a fű, mint jó magam. Az a baj, hogy én már nem úgy vagyok, mint én, mert nem vagyok olyan fiatal. Ez a f***t gorillapod! Azok az, hogy lett volna egy ilyenünk, ezt fél óráig tekertük. Hát tudom. Ezt a lábat, amit az előbb nem volt, most már fel van tekerve. Annak idején kézzel van egy ilyen kis pöcök, és ilyen tekerős módszerrel tekertük körülbelül fél óra, 3-4 óra. Ezzel a gép szerkezettel körülbelül 2 másodperc. Jó, legyen 4. De akkor se 3-4 óra, fél óra. Megvan a tervünk, az a helyzet, hogy van egy biztonsági vízipisztoly mindig a kocsiba, hogyha baj történne, akkor legyen mihez nyúlni. És akkor most a darazsakat majd mindjárt le fogjuk egy kicsit hütteni vízipisztollyal. Ász. Ami úgy néz ki, mint a Darth Vader. Mehet. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha oda volna melléjük. Próbáld meg akkor. Abba egyeztünk, hogy én rátolatok, Peti meg felakasztja. Igen, valamit felakasztja. Mi ez? Baj van. Nézd már, hogy nem hoztuk a vonóhorog. Nincs nálunk vonóhorog, meg! Eljöttünk egy autóhoz, az nincs vonóhorog. Na mindegy, majd odakössük valami madzaggal, nem lehet abban valami. Á, kitaláltam! Na. Nyitva hagyjuk a izét, és én majd fogom. Majd lassabban... Próbáljuk, kinézzük, majd... hogyha felülsz ide, az hogy néz ki. Hát majd lassabban mész. Nem is, ez se nyílik. Beszálltad a kocsiba a kulcsot! Na, szerintem tökre megoldható, kivitelezhető, abszolút. Kinyitjuk a izét. Fog meg. Fog milyen meg. Magasságban vagy úgy nézzük, jó lesz a magasság? Várjál, ezt ne kell csukni. Fekve. Ha én így meg tudom fogni, nem? Ez így jó. Abszolút. Aha. Jó, mit a szivat? Aha. Látod, még van itt nekünk? Nagyon good. Te ezt
Hátra letörik. Gyere! Gyere! Na, úgy néz ki, hogy halad ez, halad ez. A nagyja munka az kész. Most már annyit kell csinálni, hogy ezt innen ki kell fordítani, és menetirányba fordítani az egész kócerájt, és indulhatunk vissza Makóra. Tényleg nagy a fű. Nem tudom, itt a kapu. Induljunk haza. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de itt van a Balaton a hátam mögött. Végig elterül. Ott. Ez a bableves. Fúú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